Körhinta, ugrálóvár, póni lovaglás a kicsiknek, zene, jó hangulat a nagyoknak, a jágónaki falunapon. 12. éve rendezzük meg, és mindig július második szombatjára terveztük az időpontot. Eddig mindig nagyon jó időnk volt, most egy kicsit lóg az eső lába, de remélem, hogy kitart legalább a műsorig. Ha véletlen nem, akkor az esti bált meg tudjuk tartani bent a művelődési házba. Jelenleg 250 fő lakik a településen. Nagyon sokan jönnek a környező településekről. A legnagyobb foglalkoztató az az önkormányzat. Ugye közmunkaprogramban jelenleg hétfőt foglalkoztatunk, italboltunk van és boltunk van, azok mind magánkézben vannak, ők saját maguk dolgoznak bent a vállalkozásukba. Innen nagyon sokan járnak a Kaposzekcsői ZRT-be dolgozni, a TS-hez, és a Remler csapóba, a Ligetrakó telepre, a cipősökhez. Javarészt ott dolgozik mindenki. Ez a falu foci pályája. Itt kezdődtek a falunapi események még reggel. A falunap az úgy kezdődött, hogy reggel 9:30-ra lett meghívva 5 csapat, akik majdnem minden évben meg szoktak jelenni. 10 órakor kezdődött a mérkőzés, és 2 órakor lett vége. Kaposzekcső csapata nyert, második lett jágónak, és akkor így tovább. Az első 3-at díjaztuk, mellette volt legjobb mezőnyjátékos és legjobb kapus, és volt még egy 7-es rugóverseny, amit azt is megszerveztük. Kicsit öregedő a település, a fiatalok, akik sportolni vágynak, ugye most adtunk lehetőséget, 2 éve építettük ezt az új futballpályát ide közmunkaprogramba, de javarészt a Kaposzekcsői Sportegyesülethez járnak le, Csikostöttösi pályára, ott focizik több fiatal gyerek. 5-6-an járnak le most, akik ott vannak leigazolva, igaz, ők igazolt játékosok. Finom falatok is kellenek a jó falunaphoz. Erről is gondoskodott az önkormányzat. Ugye ezt mind felajánlásból készítettük el. A ZRT-től, a TS-től szoktunk kapni ilyenkor mindig egy sertést, amit levágunk, feldolgozunk, és ugye most abból készült 2 bogrács pincepörkölt. A 3-as határ vadásztársaságtól kaptunk egy vaddisznót, és a COVID-95 Kft-től kaptunk egy birkát. És ugye most 3 és 4 fajta étel készült el, és itt mindenkit ingyen szoktunk vendégül látni. És hát most már nem sok van, de még van. De hát ameddig tart, addig kiosszuk, és akkor innen étlenül nem szokott elmenni senki. A programoknak a falu Pajta Színháza adott otthont. Pajta Színház az 6. éve áll. Ez egy ilyen, hát hogy mondjam, régen sertéseket tartottak itt. Itt volt a falu kanya, úgymond, és akkor az a kanya által a faluban mindenkinek ugye tartottak göbéket, és akkor oda jártak fedeztetni. Ez abból maradt meg, ugye utána az önkormányzat ugye átvette ezt az épületet, és hát elég romos állapotba került. Gondolkodott a képviselőtestület, hogy mit kezdjünk vele, és hál' Istennek volt pályázati lehetőség rá, hogy megépítsük ezt a vagyis a pajtát felújítsuk, de akkor volt egy olyan ötlet, hogy ugye onnantól kezdve már szoktuk tartani a falunapokat, mondom, 12. éve tartjuk, és ugye mindig sátrat kellett béreljünk, így most akkor a régi istálló részhez építettünk egy nyitott részt, ahol az ilyen külsős rendezvényeinket meg tudjuk tartani. Hát ilyen lakodalmakat is tartottunk már itt, úgyhogy elég hasznos kis épület nekünk, ennek a kis településnek elég. Ott jártunkkor ritmikus sportgimnasztika bemutatót tartottak a komlói fiatalok. Ezt végig tapsolta a lelkes jágónaki közönség.